Lüktető projekt a belvárosban, szociális város rehabilitáció Újvárosban és több kisebb, nagyobb fejlesztés Réfaluban, szinte rá sem lehet ismerni a kettes számú választókörzetre. Annyi minden történt az elmúlt években, például az elmúlt 4 évben a környéken. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit, ez itt a Konkrét, benne pedig konkrétan arról fogunk beszélgetni a körzet képviselőjével, hogy mi minden történt ezekben a régiókban, ebben a körzetben, és mi mindent terveznek még a jövőben. Vendégünk a stúdióban Fekete Dávid alpolgármester, aki nem mellesleg a kettes számú körzet önkormányzati képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát képviselő úr, nem akarnám azt mondani, hogy ez az a körzet, ami a legtöbbet fejlődött, de hogy a leglátványosabb fejlődésen ment keresztül, ez egyértelmű. Vegyük akkor végig, ahogy itt a felvezetőben mondtam, egyrészt lüktető projekt a belvárosban, sok minden megvalósult már, nagyon-nagyon látványos ez. Így van, azt hiszem, hogyha valaki mondjuk egy évtizede nem járt Győr belvárosában, és most végig sétál rajta, akkor talán ki sem ismeri magát, és észre sem veszi azt, hogy tulajdonképpen micsoda óriási fejlődés történt ahhoz képest, amikor ő itt járt, hiszen rendkívül nagy fejlődésen ment keresztül ez a választókörzet, különösen a belvárosi rész, és valóban, akik évtizedekkel ezelőtt jártak itt, azok rácsodálkoznak erre a területre, nagyon sokan keresnek meg engem is, illetve találkozom különböző rendezvényeken olyanokkal, akik régen jártak itt, és tényleg óriási fejlődést láthatnak itt a belvárosban. Ugye rögtön ki kell emelni azt, hogy még az előző ciklusban épült meg a Széchenyi tér hozzá csatlakozó néhány utca, de mindenképpen fontos azt megemlíteni, hogy azóta is a sétáló utcák felújítása, burkolat felújítása az folyamatos volt. Ugye elsőként a Jedlikányos utcát újítottuk meg ebben a ciklusban hozzá, a Gutenberg teret együtt kezeltük, és ott a Frigyláda környéki terület is meg tudott újulni, pihenőpadokat helyeztünk ki, és nagyon sokan használják most már ezt az utcát is, könnyebben sétálható és jó minőségű burkolat került ki ide. És hát az idei esztendőben, ugye az elmúlt év és az idei évben történt munkálatok nyomán a legnagyobb fejlesztés az a Király utca fejlesztése volt, felújítása volt. Természetesen vele együtt a csatlakozó kisebb utcákkal, ugye a Dr. Kovács Pál utcával, a Kisbaros úttal, illetve a Szabadsajtó utcának egy részével a belváros egy újabb, nagyobb szelete újulhatott meg. És ezáltal olyan sétáló utcák jöttek létre, ahol már új üzletek nyíltak, új éttermek nyíltak, és szívesen használják a győriek, és természetesen az ide látogató turisták is ezeket az új helyszíneket. Azt is meg kell említeni a belvárosban mindenképpen, hogy amellett, hogy turisztikailag az egyes számú vonzerő ma itt Győr városában, és nagyon sok turista érkezik ide a látványos fejlesztések miatt is egyébként, azt is meg kell említeni, hogy azért a belvárosban számtalan olyan lakókörnyezet van, akár a Szent István úton, akár az Árpád úton, ami győri polgár lakóhelye és élőhelye, és ezekre, mint a terület önkormányzati képviselője, nyilvánvalóan igyekszem nagy hangsúlyt fektetni. Több játszótér fejlesztésen vagyunk túl, a Vizes játszótér, a Bizinger sétányon épült meg néhány esztendővel ezelőtt, és olyan fejlesztések voltak az idei évben is, akár a Szent István út 55-ös számú ház környékén, akár az ipari kamara mögötti lakóövezetben, ami mind-mind azt szolgálja, hogy egyébként a belvárosban élők számára is élhető, szép és jó környezetet tudjunk kialakítani, és hát ehhez csatlakoztak azok az útfelújítások, illetve járdafelújítások, amelyekkel a házak megközelíthetőségét igyekeztünk javítani, tehát akár az Árpád úton, Jókai úton, Szent István úton, vagy éppen a Teleki utcán nagyon nagy mértékű járdaszakaszok újulhattak meg. Várostészt váltunk, viszont körzetet nem, szociális városrehabilitáció Újvárosban nem kevésbé látványos a fejlődés és a változás a Kossuth-Lajos utca és környékén. Itt mi minden történt már, és ugye ez egy folyamatban lévő projekt, aminek számos szoft eleme is van. Hol tartunk most, és mi az, ami még várat magára Újvárosban? Újváros abszolút az a városrész egy önnek, ami korábban egy igazi nagypolgári, elegáns utcasorral rendelkező városrész volt. Sajnos az elmúlt évtizedekben ez folyamatosan lepusztult, de úgy döntöttünk, hogy a szociális városrehabilitáció keretén belül és polgármester úr hathatós támogatásával tudjuk ezt a programot végrehajtani. Ez egy tudatos városépítés Újvárosban, szerintem mondhatom ezt, hiszen a korábban tényleg nagyon rossz állapotban lévő épületek felújítása, különböző közterületek rendezése, rehabilitáció, az mind-mind azt szolgálja, hogy ez a városrész újra a régi fényében tündököljön. Ugye egy 1,5 milliárd forintos Európai Uniós beruházás zajlik jelen pillanatban a területen, a Kossuth-Lajos utcában 6 műemléki épület újul meg, megújul az iskolának a homlokzata, a templom homlokzata. Elkészült már a Bercsényi ligetben az 1-es és a 3-as teknőben a pihenőpark, játszótér, illetve a kresszpark, és hát természetesen folyamatban van még több épületnek a felújítása is. Az egyik részében az épületeknek már be tudtak költözni az új lakók, őket éppen a múlt héten köszöntöttük polgármester úrral közösen. A 26-os és 28-as számú épület pedig évvégéig fog elkészülni, és reményeink szerint jövő év elején oda is beköltözhetnek a bérlakásokba az újonnan kijelölt bérlők.
látványos fejlesztés még Újvárosban az, hogy a Kossuth Lajos utca útburkolata is megújul, illetve a járdák is megújulnak, 75 új parkolóhelyet hozunk létre, megújítjuk a járdákat, az útburkolat megújításával pedig a közlekedés is könnyebbé fog válni. Ez az idei esztendőben 230 millió forintból valósul meg az Erkel Ferenc utca és a Jakobinus közötti szakaszon. Itt is tudom azt hangsúlyozni, hogy számtalan olyan fejlesztés volt, amely akár Újváros kisebb, eldugottabb lakóövezeteiben történt meg, hiszen akár a Sütő utca, akár a Tél utca burkolat felújítását említhetném a Lakó utca programon belül. És hát igyekszünk mindig a lakossági igényeknek megfelelni, polgárőrséget alapítottunk Újvárosban, és egyre több olyan kulturális rendezvény van, akár nemzetünnepeinkhez kapcsolódva, akár a nyárbúcsúztató tudnám említeni az elmúlt időszakból, amely mind-mind azért van, és azért szervezzük ezeket, hogy az ott élők valóban ne csak azzal szembesüljenek, hogy az épített örökség és az épített környezet újul meg, hanem azzal is, hogy jó programokkal tudjuk megtölteni Újvárost. A körzet, az a kettes körzet, ez tartozik Réfalu egy része is, és itt is történtek fejlesztések, egészen pontosan melyek ezek? Így van, Réfaluban a Kálóci teret kell kiemelni mindenképpen, hogy a Kálóci téren működő idősek otthonát, illetve nyugdíjas házat. Ennek a megújítása szintén Európai Uniós támogatással folyamatban van. Jelenleg új étkezőt építünk az idősek számára, és ez a komplexum tulajdonképpen nagyon jól tud fejlődni ezáltal. Régi vágya volt már a réfaluiaknak az, hogy egy modern és tényleg 21. századi színvonalú orvosi rendelő jön létre a területen. Ennek az építése a napokban befejeződik, és azt hiszem, hogy itt is több 100 millió forintos beruházással megvalósuló fejlesztéseket tudunk átadni a közeljövőben, amely mind az ott élők, mind pedig az odaérkezőknek a komfortérzetét tudja javítani. Emellett Réfaluban számtalan fejlesztés van folyamatban, gondolhatunk az egyetem nagyon komoly és dinamikus fejlődésére. Éppen egy új sportcsarnok kialakítása zajlik a várossal közösen az egyetem területén, tehát ez is egy nagyon fontos lépés, és hát természetesen a jövőben is igyekszünk ezt a fejlődési pályát tovább folytatni. Ha már jövő, akkor néhány nappal ezelőtt ugyanebben a stúdióban Borkai Zsolt polgármester azt mondta, hogy a választások egyik nagy tétje egy Győrben is, hogy folytatódhatnák a fejlesztések, ezért nem mindegy, hogy október 12-én ki és mire és kire szavaz. Ezek a fejlesztések hogyan érinthetik a kettes számú körzetet? Meg persze városi szinten is kíváncsi lennék, hogy ha sikerül annyi támogatást nyerni, amennyit szeretnénk, akár uniós forrást, akár állami forrást, akkor hol merre folytatódhatna a fejlesztés? Én azt gondolom, hogy azok, akik akár a kettes számú választókörzetben, akár az egész városban körülnéznek, azok láthatják azt, hogy az elmúlt 4-8 esztendőben egy nagyon dinamikus fejlődésen ment keresztül mind a városrész, mind pedig a maga az egész város. Én azt hiszem, hogy nem lehet kérdés az, hogy Győr jövője jó kezekben van Borkai Zsolt polgármester úrra gondolva, és természetesen ez a csapat, aki az ő munkáját segíti, az alkalmas és felkészült arra, hogy ezeket a fejlesztéseket a továbbiakban is folytatni tudjuk. Ami konkrétan az én választókörzetemet illeti, ott nyilván fontos azt elmondani, hogy van még teendő, tehát a következő 5 esztendőre is készülök még olyan ötletekkel, amennyiben a győriek és a választókörzetemben élők bizalmat szavaznak nekem, amelyet szeretnék megvalósítani. Hogy egy-kettőt kiemeljek, nyilvánvalóan vannak még olyan lakóutcák a körzetben, akár Réfaluban, akár Újvárosban, akár a belvárosban, amelyeknek a csapadékvizelvezetési problémáit meg kellene oldani, fel kellene újítani a burkolatot. Természetesen folytatni kell a belvárosi rehabilitációt, vannak még olyan terek, utcák a belvárosban, akár a Bécsi kaputér, amelyre mindenképpen ráférne a felújítás, és azt hiszem, hogy nem kérdés az, hogy Újváros rehabilitációját is folytatni szeretnénk. Az idei esztendőben el fogunk jutni egy nagyon komoly mérföldkőig, amikor gyakorlatilag a Jakobinus közötti szakasz nagy része elkészül, de természetesen van még bőven tennivaló abban a városrészben is. Én bízom benne, hogy az itt élők, a győriek és természetesen a győrieken belül azok, akik az én választókörzetemben élnek, azok látják ezt a dinamikus és jó irányú fejlődést, és hát nagyon bízom benne, hogy bizalmat szavaznak számunkra október 12-én. Megint csak polgármester úr szavaira kell hagyatkoznom, szintén néhány nappal ezelőtt beszélgettünk arról, hogy ugye 16 választási körzet van itt Győrben. Ő azt mondta, hogy abszolút esélyesnek tartja a Fidesz-KDNP jelöltjeit arra, hogy akár mind a 16 körzetben nyerjenek, és ugye egyáltalán nem mindegy az új közgyűlés összetételét illetően, hogy hány körzetben és milyen képviselők nyernek. Ön osztja a polgármester úr véleményét? Tehát lehet 16-ból 16 akár? Én azt hiszem, hogy ezt csak megerősíteni tudom én bizonyára. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne mind a 16 körzetet megnyerni. Sok esetben biztos vagyok benne, hogy sikerül nyernünk, de azt hiszem, hogy az összes körzetet tekintve elmondható azt, hogy nagy esély van arra, hogy mind a 16 körzetet meg tudjuk nyerni, ami azt hiszem, hogy olyan egyértelmű felhatalmazás lenne számunkra a következő 5 esztendőre, ami alátámasztaná azokat a terveket és azokat a tevékenységeket, amelyeket szeretnénk folytatni.
folytatni a közeljövőben. A polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Hát türelmesen és kíváncsian várjuk, mi lesz október 12-én. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt mára a Konkrét. Legközelebb ugyanitt, ugyanebben az időben, pénteken várom önöket egy egészen más témával. Nem árulom el, hogy mi lesz, azt tartsanak majd velünk akkor is, jó? Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.